Sziasztok! Itt Miharu, és újra itt a Parapéntek, és folytatjuk a médiumot. Előttólag azt kell mondnom, hogy nem vagyok a toppon. Fáradt vagyok. Szerencsére a lezárások ellenére tudok dolgozni. Yes! Csak hajnali 5-kor. De nem adom föl. Kemény csaj vagyok, csak kicsit azért sok napon keresztül elég fárasztó, de lendüljünk át. Úgyhogy a mai nap szerencsére nincs meló. Szerencsére! Ja. Úgyhogy tudok nektek videózni. És fáradt vagyok. Úgyhogy a videó után alszom. Egyet. Vagy kettőt. Ki tudja. No, viszont akkor én most itt megszerkeztem itt a dolgokat. Így-e. Nagyjából így jó. Majd fogjuk rá. És elő kéne vennem a szerencsétlenkedés ever. Úgyhogy nézzük a játékot. Nem kell elemet a sok-sok bigyókába itt mögöttem. Úgyhogy continue. Úgyhogy igyekszem hozni a formámat. Természetesen. De hát no, így. Így nem fogom húzni talán a hajamat sem. Beakadt a füles. Most nem tudom, mi történik. Oké. Jó, mindegy. Hozom a formám, csak természetesen egy erősebb és bénább változat. Na! Mindegy. Remélem nektek egyébként jól telt a... Jaj, mit csináltam? Várjatok, mert... Amit elindítottam. Na! Most... Nem hallom a játékot. Jó. Tehát az történt, hogy ismét a hangot... Nem tudom, magától állítja át. De... Nem. Ja? Ó, tesó. Ó. Na, itt nem jutottam át múltkor, ugye? De megcsináltam egy jó pár dolgot, szóval azt most újra megcsináljuk szépen. És valamit biztos... Sőt, valamit kihagytam. És igazából nem tudom, hogy mit. Fú, a hajamat túlszorosakat adtam, most kezd fájni a fejem. Na, várjátok. Most a lapocka. Ebből lenne jó töpörtyű! Volt egy kis zsírám. Ja, hogy... Na, most az alján. Hát nem tudok jól disznót vágni. Richard? Are you there? Tehát valahogy visszafele nem tudunk menni, azt már felfedeztem. És nincsen energiája a karakternek. Gather round, children. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lillian, I I promised your father you would spend some time with the other children. Friends, huh? Most lazábbra kötjük ezt a sérót. Így el. Au, au. Mondom lazábbra. Így. Mozogjon. Így. Ó, nem akar lerobbanni így az agyam. Ó, ez az. Oké. Okay. Na, jaj basszus. Átfutottam billentyűzetre. Egész egyébként kontrollal játszani, csak... ja, hogy itt is van egy ilyen izi átjáró. Ó, lett volna. Nagyon különleges fiú. Jó, hát... de még ijedtem. Amúgy, ha ilyen nézetben nézzük a játékot, ez így is zseniális. Amúgy. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete. Igen, ezt... de jött tiszta ilyen pocsolyába, itt gázolunk. Valós világban nem tudunk rá valami. Na, akkor gondolkozni kell. Aha. A sheet of music. Well, at least part of it. Így nézem kell a gombokat, mert... annyira játszok kontrollerre, hogy... nagyon sok én nem játszok kontrollerre. De még kijöttem. Locked. Valami a földön. Nincs. Jó, papírok, hát. De nézd meg, mennyire jól néz ki, mert... nem. Konkrétan... nem tudok betelni vele. Átjönni, vagy mi? Nem, csak én vagyok béna, de hát... jó, és még kéne egy. távol. Talán itt középen. Itt az asztalon. Vagy nem tudom. Én most a valódi világot nézem, mi átkanultuk az alsó részre. De... Aha. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right. I'll take care of him. Hung like a puppet. Isn't that what Sadness said? Hmm. Jó. Azt oda nem tudok bemenni, mert megölnek azok a genyók, és ha meghalok, akkor kezdtem előről. És végigmegyünk még egyszer. Nincs erőm. Hogy... Ja, ezt már láttam. Gather round, children! I want you... Igen. Jó. Bocsás, kukkolok. Gather up! I want. Jó. Nem. Itt nincs. Lehet a szekrényeknél. Ben. Itt a szélén. Azért látod így, látjátok ki, nem. Mert ugye, ha nyomom ezt, akkor ilyen az érzékelő. Nem. Csak hogy nagy véletlen ne vegy, az nem vömsz készre valamit, ami szokásom, és... Volt valami. Az asztalon. Itt. Ha csak azt láttam ezt. Hát csak ebből a szögből látjuk ugye a szobát. Szöget nem tudunk váltani. Hát is tudnánk. De nem! Ott! Tehát, hogy... Hogy mutassam? Várjál. Nem tudok átváltani, de átváltott egyből izé, billentyűzetre. Tehát... Ah. Tehát ott az asztalon... Tehát... A legszélén. De viszont valahogy be kéne jutni. Ott van valami. Tudok ilyet. Micsoda? Ja, várjál már, biács! Oh. Záróban viszont itt nincs zárva. Aha! Ebben a világban viszont itt nincs zárva! Oké. Hiába nézek valamit. Nem tudom fölvenni, ugye? Mert ebben a világban nincs itt. Hát ez probléma. Viszont itt ez, viszont igen. Ez az. És ha megfordulok, akkor ezt még nem tudom megnézni. Jó, nem baj. Ezt szépen visszavisszük ebbe a világba. Így -e. Nem, a szájat kéne. Nem jó, elfelvasztam. Igen. Szemet. Majdnem jó. De szép vagy! Show me a way out of here. Ooh. Hagyjad már. Fú, de menő! Úgyis ez a játék nagyon jó. Ez tetszik a sztori, az nagyon. Tehát, hogy... És be tudtam így menni. Itt az itt! Oké. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Mondjuk valami hiányzik ahhoz, hogy ezt be tudjuk aktiválni. Jó. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there, aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that sadness? Sadness is... Jó. Aha. Tényleg, mint a sadness lenne. Egyébként most kezdjük egy kicsit körvazudni a helyzet. Mert valami itt. Gyertek megint itt. Tekére se egyszerű levágni. Nem tudom, nekem valahogy így... Nem vagyok jó bőrmetszésbe. Így csett! Ja! Igen. Most mondtam, hogy hol vagyok. Ezt be tudok menni ebben a világban, a fizikai világban, abba a szobába. És már van kulcsom. Király. Na. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them. Egyébként próbáltam nézni a játékhoz fordítást, hogy... itt van. That should be all the pieces of the score now. Yes. Majd ó, basszus, le kell majd játszani. És akkor töltődik fel majd az a energialófitty. So, that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Eckledge? I'm sorry. He was a friend. I just... need a moment. That's not true, Thomas. You thought he... deserved it. Akkor most visz meg abba a szobába. És lejátszom ezt a kottabigyót. Most nem játszom le, de az adja az energiát. Ó, a laska gombák feltöltöttek, most már nagyon jók vagyok. Itt kaptam szívinfarktust. Mit izélsz? Oké. És most. Ja nem. Nem. Nyugodj már meg. Na, tehát. Oké. Mi volt? Megijedtem. Majdnem beszéltem. Nem már. Nem lehetne, hogy... Hát az meg mi a faszom? Már... Na jó van, én fölmegyek. Vagy nem. Itt kell csinálni valamit, hát ez nagyon jó. Uncle Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult lives. Richard? I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and something else. Oké, és most valahova vezetnek ezek a píjangók. Ott egy baba. Hát, ez a szar. Szóval, bocsánat. Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here, I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me... on the other hand, why don't you do it yourself? What was that? It's like something stirred inside him. Aha. Most elment arra. No, I didn't mean to. Oh God, what have I done? It feels... What have you done? Jól vagyok! Ennek kaptam szívinfarktust. Most mi történt? Never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. És megijedtem itt a csaj. Oké. Na, most mi van? Ja, értem. Itt van Thomas. Mit keresel, Thomas? Ő hívott minket egyébként a szállodába, ahol most vagyunk, telefonon. What would you think of me? I failed you. I failed us. It's all falling apart. What? Yes, I know. Kivel beszél? No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Fuck! Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise! You know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. You know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soul. Mindjárt mondom, mi a helyzet. God damn it! There's nothing here. There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Ő is olyan médium, mint a karakterünk, ugye, mint Marian. Csak... Wait. What? There. There. Where? What? Csak ugye karakterünknek a... a elméje nem. What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? Ez jó volt. Hogy nem hasad ketté. Neki még olyan, mint hogy... Tehát neki ketté van hasadva konkrétan az elméje, és neki van egy spirit Thomas-a, aki önálló gondolkodású, és van ugye nyilván saját maga. Karakterünknek meg viszont ez a kettő nem különbözik, tehát... It's her. It's her. No. No, 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 no. Page. After page. It's like he's obsessed. What is he... was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! How could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? Mindjárt mondom még, mi lesz. And when he comes back. Oh, just... Whoa, 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 easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Okay. Ó, továbbbejátszás, okay. Thomas. Richard? I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Me. Did you do it? Hogy meg a kontroller? Ujjúj. Rossz játszani. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. No, she's here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear I'll go away. You'll never... Wait. What you... No. Let me out. Let me out. Let me in. Na... Ó, nem akarok csápos hentájt. Hát állj már fel a székből, tesó! Meg fogunk halni a picsába. Nem. Engedj el. Állj már fel a székben! Azt hiszem, hogy rám jön. What? This cancer is spread far enough. Time to cut it out. Az a spiritom az nagyon kemény. Jó, az igazi is, de akkor is. Micsoda? Én vagyok a Spirit Thomas. Na. Ugye, összefogom, na. Szóval, mi a helyzet? Na. Jó van. A lényeg az. All right, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Szóval most bementünk Thomas, a Spirit Thomasszal. A barátunk, akit megtámadtunk csávót, a Richard fejébe. Mert itt történt, megnézzük, mi történt. A lényeg az, hogy most ugye mivel Thomasról beszélek, azaz mi vagyunk most Thomas. Van egy lányunk, akivel ugye történt valami. És ez a Richard haverunk. Akkor ez a hely, ahol megtört a Richard haverunk. Az elméjében vagyunk most jelenleg is a Thomasszal. És ez fantasztikusan néz ki a játék amúgy. Ez nem tudok, nem... Zseniális. Nagyon durva. Na már most. Szóval mi történt a lányunkkal. És mi meg akartunk... A spirit énünket, ami önállóan gondolkozik, úgy kizártuk. De ugye ez egy önálló gondolkodó, már túlvilágon élő, egy másik személy. A tudatunk konkrétan, mint hogyha szerintem ketté lenne hasadva. És van egy lányunk, akivel ugye történt valami, nem tudjuk mi. És az a Richard minden bizonnyal igen tudja. És... ugye abban a kis füzetkébe le voltak ugye úgymond rajzolva a dolgok. És belementünk, ugye és direkt megvártuk. Belementünk a fejébe ennek a csávónak, a Richardnak, hogy lássuk mégis mi történt. És most itt vagyunk akkor az elméjében. RB. Jaj. Wow. Azért ez kemény. Tehát a sztori... És ugye az a lényeg, hogy ez a Richard ember, akit megváltunk és jól felpofoztunk, és az elméjébe vagyunk benne. Azt mondta, hogy azt tudjuk már, hogy Sadness, ugye a kis szellem kislány, ő Lily. És azt mondta Lilynek, még nem most, hanem nem tudom mikor játszottunk, ugye, ez igazából nem mondta annyira fontos infó, de azt mondta, hogy rá emlékezteti valakire. És most akkor Lily, azaz... Nem tudom. Tehát, hogy maga Sadness a kis csaj. Az Lily, azaz Lily, a kis szellem kislány. Az nekünk, mint Thomasnak, nekünk most, akivel vagyunk, a lánya. Akkor kire? Emlé... Nem, minden emelt. Ennek visszamegy a Spirit Thomasnak, visszamegy az energiája. Mik ezek a kezek? Ez kemény. De most hogy jutottunk el ide? Úgy, hogy beleültünk a tolószékbe. Azt valaki nekem mesélje el. Loss, hatred, grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. Valami borzalmas történt itt. Ó, ez Richard gyerekként. Richard nagy undorító titka. Jó! Ó, neki is van ilyen képessége. Azt. Ez egy kés. Itt is már át kell menni ilyen dolgokon. Richard, your father forgot his knife. You better go and bring it to him. All right, I'll play along. For now. Hát de szép vagy. Ezzel nem is tudok futni ezzel, de... Utána csak kocog. Baszd meg. Megijedtem! Father, you forgot your knife. Oh, thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need neki a kését, hogy most már az a szerencse kése volt, és most már az övé. What? No! Azt kezdtem olvastam. Majdnem. Akkorátú... Basz meg, majdnem kiugrott a méhem a helyéről. Hülye vagy. But where are you going? The army is heading out west, and I'll be going with them. But no, I don't want you to go. Most már számítottam rá. I don't want to go either, son. But sometimes what we want isn't what's important. You understand? When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. Be lehet menni? Először olyan infót kaptam, baszki. Jé! Ó! Ó! Ó, milyen izé. Ropog a tűz. Tiszta, kellemes, hagyjad már. By the sweat of your brow. You shall rise and you shall fall. Faszal. Milyen jó, már örökké ég a tűz. Hát ez tök kellemes. Azt kell mondanom. Till you return to the earth from which you came. For dust you are, and to dust you will return. Na, kellett nekünk hozzáérni. Those tentacles are guarding something. We need to get rid of them. Kő. Oristen. De végül is. Grief. Anger. I can work with that. Végül is az a lényeg, hogy Richard, akinek az elmébe vagyunk, azért tehát mérges és ugye gyászol, mert meghalt az apja, méghozzá háború, második világháborúban, egy csatában. RT. Wow! Most mi van? Ez a festmény! Mi csoda? Okay, then. De szép! Ah, ilyen helyeken akarok járkálni. Na! Hey, Richard. Rose. Bet you can't catch me. Nem tudsz megtalálni. What? Hey, wait up. Merre menjünk? Ó, de jó, az egy labirintus. Jó van, mindig csak jobbra, az a lényeg. Where'd you go? Azt mondja, hova mész. Van itt egy kenyér. Here. I'll try to bring more tomorrow. Thank you, Richard. I can't tell you how much this means to me. Kaját hozott neki. Baszki, de hol vagyok? Meg hova megyek? This way, silly. But what is it? It's something very important. Promise me keep it safe. Oké, szóval... Akkor nem bánthatta... Ja, hogy itt mentünk körbe. Akkor megyünk arra. Nem bánthatta Richard a izét. A Lilit. Azaz a Sadness-t. Most... Aha. Velem elmentünk, és akkor csak tettünk egy kört. Hallod... Kocogó világbajnok, öcsém. És akkor arra elmentünk. Ja, igen. Erre volt ez a papír, vagy ez a... Mennyire máshogy néz ki, hogyha erre megyünk. Rose? Rose! Na, de várjál. Ja, igen, arra van az az izé. És arra meg visszamentünk volna. És amikor erre jöttem, akkor azt... Akkor lefele mentem. Na jó, akkor erre megyek. Over here! Azt mondja, végre. There you are! I was afraid you'd get lost in there. Me? I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Kezdett már unatkozni, miközben őt várta. Látjátok, milyen szép? Hát... Tehát az elméjében van egy Richardnak. Van egy festmény. Tudom, ez egy emlék egyébként. Ahol... Ugye belementünk ide, és ezen a kis kicsi részen szép emlékeket őriz Rose-ról. Hey, you see that? A storm is coming. Közeleg a vihar. We should probably go. Same spot tomorrow? Így de fényes. Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? Vissza lehet menni megint? Nem. Hát jó. Nem, én mindig nem tudok sokat. Na, tehát Richard szép emléket őriz valakiről, akint még ugye nem ismerünk. Mom, who is he? He's someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey. And he would be so proud of you. But sometimes, a brave heart is just not enough. Hey, come here. I need you to do something for me. I need you to bring me that thing. You know which one. Yeah, real specific. Az anyjának, a Richard anyjának lett egy pasia, úgymond. Ezt hogy kell felszedni? Meg ezeket a tárgyakat. Aki... Just like his mother. Oh what? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Gondolom, ez kell a vadállatnak. You calling me a drunk? Get the hell away with that! Real fucking charmer that one. Nem. Ez mi? Hurry up! I need it! Useless. Just like his mother. Milyen kedves, hogy nyalja meg. Oh, you little shit. I'll teach you some respect. What the hell did you do to me? Stay back, or I'll cut you again. Ungrateful little fuck! Get the hell away from me! Gladly. Oké. A kisrácot bántani akarta a nevelőfa terjé, és ezért megvágta. Érthető. Hát jó. No! 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 Mommy! Hold on to me! Let go of me! No! No! Please don't! No! No! It's all your fault. You couldn't protect them. Can't protect anything. He's gone. Gone. Forever. You'll never be him. Never. Never. Ever. Little shit. Worthless. Useless. Oké. Tehát, amit tudunk, hogy a Richard ugye édesanyjával lett valami. Pontosabban szerintem a nevelőfater támadta meg. Tehát családon belül erőszak. És ugye azt mondta Richard, hogy nem tudta őt megvédeni, meg saját magát, meg ilyenek. Úgyhogy ez így. Olyan másik festmény. Úgyhogy, wow. Na, itt viszont megint egy másik világban vagyunk, kérem szépen. Vagyis nem másik, ugyanott, csak egy másik részről látszódik, vagy nem tudom. Viszont szerintem itt én be is fejezem ezt a részt, és következő héten folytatom. Hát, bonyolodnak itt a dolgok, szóval érdekes, hogy ki a lánya, ezt még nem tudjuk, hogy Thomasnak ki a lánya, hogy Richard mit tett, mert ugye egy gyerekkori traumája van, ahol most vagyunk, és amit fel akarunk deríteni, és mit tett, és ki és mit tett azzal a lány, ennek a Thomasnak a lányával, és ezért kutatunk egyébként Richard agyában, hogy mondjam, az emlékeiben, a tudatában, És hogy hogyan kapcsolódik ehhez Marian? De most ez a Thomas felhívta Mariant, hogy jöjjön el ide, aki szintén médium. Ez a Thomas is médium, akivel most vagyunk és járkálunk. A spiritényével. De hogy belültünk abba a székbe, abba a tolószékbe a fő karakterrel, ugye az Mariannel, és hogyan kerültünk át Thomashoz, de a tolószék is egy ilyen emlékfoszlány, emlékkapolcs, és az a médium ezért látja, és ezért látja ezt a részt is átszabadít, vagy ez. Vagy csak nekünk mesélje, nem tudom, de ez kegyetlen. Kegyetlen, úgyhogy nekem ez nagyon bejön. Ezt kell mondanom. Úgyhogy most... Igen, na, itt az jó, mert ugye akkor itt vissza tudunk jönni. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt voltatok, mert szerintem ez a játék, ez azt gondolom, hogy ez eszméletlen. Nekem nagyon tetszik. Még így is, hogy nem vagyok a toppon, és egyszerűen egy kizökkentés, már nem érzem, hogy fáj. És hogy álmos vagyok, úgyhogy mindegy. Úgyhogy innen tényleg folytatjuk következő héten, és... Igazából nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és hogy megnézted. Ha tetszett ez a rész, akkor nyugodtan nyomj egy lájkot, ha nem, hát akkor kergesselek meg egy szívlapáttal. De ettől függetlenül persze ott a dislike gomb is. Na már most, amíg esetleg új videócsatornám vagy, vagy nem vagy új, de esetleg be szoktál néha futni a videóimba, és mondjuk tetszik, amit itt látsz, szegény, akkor ne felejts el esetleg feliratkozni, illetve nyomni egy kis csengőt, hiszen a kis csengővel küld csak értesítést neked a YouTube arról, hogy bármit felraktam a csatornára. Úgyhogy igen. Találkozunk legközelebb is, és remélem, hogy sose lesz vége ennek a játéknak. De ó, egyszer biztos mindegy. De már nagyon izgatott vagyok, hogy mi lesz a vége. Wow. Jó. Hát akkor köszönöm szépen, itt voltatok, és még egyszer. Jók legyetek. Találkozunk legközelebb is jövő héten biztosan. Úgyhogy... Sziasztok!